megkérdezem ezt az idős hölgyet, hogy merre kell menni Kalodembe. Excuse me, I'm from Budapest, Hungary. Édesvérem, maga is magyar, hát honnan tetszett jönni? 1912. Ne! Nem. Honnan tetszett jönni? Mátraházát, oda valósi vagyok. No, hát mit van erre? A Kovácsikat tesztük is benne? Kovácsikat persze, hogy legyen a lányosára, ugye? Igen. Ő volt az, aki... De mindegy, szóval én is ismerem. Igen. Hát, mit keres erre pedig? Én egy vallásos körúton veszek részt. Csak nem kelt a gospel énekes? De igen, kelt a gospel country, szoktunk énekelni. Igen, hát nagyon örülök még egyszer. Hülye magyar! Kurva! A kapcsolatos tapasztalatok is ugye érdekes volt, ugye... Ott rögtem legjobban, tehát ez... Szerintem tök durva volt egyébként. Úgy volt, hogy eredetileg én alszom lenn, és aztán András fönn. Hát igen, de aztán ugye kiderült, hogy azért ez mégiscsak jobb. Jobb így furcsa volt abban a háló, vagy ilyen függő ágyszerű valamiben aludni elsőre, vagy lefekudni, de hát aztán kellően fáradt voltam, hogy ne okozzon gondot, hogy... Én bemegyek a sarokba, és akkor ott el leszek, ha nincs ez esetleg probléma. Hát igen, tértem. Tehát ez recs, répok, egyebek, stb. És utána még 8 órán keresztül még azt sem tudtam, kijárjam a fájdalmat. Hajnal 2-kor oké, az is őket végre pisilni, akkor megvárom, hogy viszony, akkor elmegyek én is. Utazunk a Megabusz Golddal, ami nem egy pornócsatorna, sajnos. Csak nem Stephen Long, a híres színész. Tegyük oda, és akkor mindenről rajta vagyunk. És amikor én arra ébredek fel, hogy ilyen nyolatokban voltunk, az így kellemes volt. Az, hogy így jobbra, balra, csapongtam. Meg hosszában is tudom. Igen, meg hosszában csúsztam, úgyhogy aztán megtaláltam egy poszt, amivel ugye kitámasztottam a fenekemmel, a tenyeremmel, meg a talpam. Most egy pillanatra megkérdezném András, hogy nekik milyen halálfélelmei voltak, mert ez érdekel. Itt a, még akkor se Zsolti igazából itt a beszélgetésnek. Már elkezdte érdekelni, a 25 perce beszélsz. Amikor fölébredtem álmomból, akkor voltak élelmeim, hogy így suhan az éjszakában egy elaludt sofőrrel, mindjárt belecsapodunk valamiben, az egész olyan elszabadultnak tűnt, tudod, minden lötyögött, tök sötétben, ilyen kurva nagy zaj, sűvítés. Az embernek az volt az érzése, hogy egy ilyen pilóta nélküli rakétába kilőtték valahova. Zsolti este mindig tornázik a buszon, hogy rugalmasságát megőrizze. We have a man down. Oh yeah. My eyes is gone. My eyes are gone.
Inverness. 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 Itt van a Skót egyházban. Így van. Mert nem vagyok egy kurva nagy sznob. Igen, lehet, hogy inkább kedvet van mondjuk egy paprikámhoz, ami mondjuk jóval olcsóbb, és ugyanakkor kettőt. Arról beszélünk, hogy mennyire szeretünk ilyen kispolgári helyeken kajálni, mint ez. Nagy faszok vagyunk. És az autó? Az autó, hát fenoménum. Tök csoda ez a kocsi. Minden tud, amit tudni kéne, leginkább azt, hogy István meg érjük kimenni az ajtók, tehát ez pozitívum, tehát ez mindenféleképpen ki kell emelni, hogy István nem tud kiszerni, mert nem tudjuk, hogy hogy kell beállítani azt, hogy ne legyen gyerekzáró bal hátson. Elindul a túra. És elindulnak. És elindulnak. Sziasztok! Ne hagyjatok itt! Itt van az öböl, a Beauty First öböl. Időföl öböl. Nagyon sok szép korlátot felvettél. Én inkább a idet vettem volna fel. Inkább be a faszom van. Te nagy cinematográfus vagy. Te meg egy köcsök. A hidat már fölvettem előtte, de ugye, ja, a tenger az érdekesebb. Most folytatod a híres korlát című film. Mindjárt megérkezünk a Jurghardt kastélyhoz. És akkor majd a parkot kikeressünk. Hiszen fura ez az ország, a másik oldalon közlekednek. Igen. Furcsa. És itt van balra Loch Ness. Aztán balra Loch Ness. Olyan szempontból élvezetes vezetni, hogy mindenki megnyugtatóan és figyelmesen beszél hozzá. Hozd el a családod, András! A Loch Nessre néző Urquhart kastély, Róma. Ahol nagyon aranyos kis szőrös baglyokat lehet kapni. Ezért vagyunk most itt. Minimum egy órát, hanem másfélkére. Fogalmam sincs, mennyit voltunk, de a fényképekről kiderül. A kastélyban? A kastélyban, hát értetlen mennyiségben. Urquhart kastélyban. Írtozatosan sokat. Szerintem jóval többet voltunk egy óránál. Az, hogy egy percet nem töltöttünk hármasból, az megint más lapra tartozik. Mert érdeklődve szaladtunk, mint a boldog. Egyik erre ment, a másik arra ment, aztán utána a szülők összeszedték a gyerekeket. Mindig integettünk a másiknak ilyen 20 kilométer, hogy meg vagyunk. Fel is hívtalak egyébként, hogy vegyél föl, mert fölmentem a torony tetejére, hogy kérted. Nem vettél észre. De nem arra a toronyra voltam, a másikra. Ja, hát mert azt ahonnan a padról nem lehetett látni azt a tornyot. Nem vettelek föl, de egyébként tele vagy fotózva, miközben fotózva a toronyból. Amikor a István integetés ott vagy vele, akkor is le, majd megnézed a képeket. Tehát... Jó. Hely szelleme. Ez a Robin a gyáva. Sajnálja az alapanyagot. A vidék, meg mondjuk a történelemben is valamit fogunk látni. A kastélynak ezen a pontján került sor a négyes, a híres politikai botrányra,
amelyben Nixon elnök elbukott. A trebusé. Tell you a little bit about the history of the Wars of Independence, and then I'm going to finish it off by telling you a little bit about some of the weapons that were used at the time. When it was up to 25 feet in length, and it was known as a pike. Now this is called a flanged mace. You can see on the head there are ridges. Very important in Great Britain, and the English are famous for their archers. És nagyon bízom benne, hogy Nessut is meg fog pillantani, lehet, hogy mondjuk nem a tóba, hanem mondjuk egy másik helyen, egy bordélyházban, de valahol mindenképpen jó lenne, hogyha meg lenne. Onnantól kezdve gyakorlatilag a szemem orgiája, a látvány, minden bele fog inni magammal az összes környéket, tenger, hegyek, patakok, a kietlen vidék. Tenger, mikor egy szánszi? Világlátott utazó, aki egyszerűen imád kimozdulni Kőbányáról, és néha akár Budára is átutazik, úgy hallottam. Úgyhogy nem, de viszont Zsolt van a nagyon bízom, mert az ő a gyakorlatiassága, mondjuk a András meg az én bölcsészes községeinket azt szerintem ellensúlyozni fogja. Mit teszünk, körbe kell menni, vezgőt tudom, mint... Azt teszünk, tehát itt illasztok. Arra mehet csak, ez mini autó, arra. Itt ez egy körforgalom, menjél körbe. Zsolt, ez egy körforgalom, és oda megyünk le belőle, és ott visszanézni, hogy mi fő... Jó, jó, oké. Köszönöm, tudom, hogy jót akarsz, de az a ritka esetek egyik részt a rejösek a hullámok, ami volt. Én minikárt olvastam a main car helyett. Minikárok, hát először. Ekkora faszom. Hello! Itt vagyunk a kastélynál. Amikor voltam 2005-ben Skóciában egy bő hetet, akkor nagyon sajnáltam, hogy nem csak kizárólag a Skye-szigetre koncentráltunk, mert szerintem ott bőven van annyi, hogy egy hónapig is az ember ott fekve szarhat a gyönyörűségtől. Ezt most is egy kicsit sajnálom, de valójában nem fogom bánni, mert Inverness, Loch Nessy tó, a Culloden-i csatamező, ezek mind tök jó helyek lesznek. Plusz az onnan a Skye-szigetre vezető út, az szerintem gyönyörű, és azt tényleg kár lett volna kihagyni. Túl vagyunk az első vásárlásunkon. Az a helyi halászok ázottan
Által kifogott. Vereben. Által kifogott verebek. És akkor elindulunk. Kedves nézőink, itt hamarosan Zsolti hányni fog. Megvárjuk ezt, megörökítjük ezt a pillanatot. Sugar Ray! Szóljál, vagy megállok, vagy húzd az oktatot. Mi lenne a idén? És azt is elvárom tőlük, hogy ha konfliktus van, akkor az felderüljön, kiderüljön, felszínre jöjjön. Tehát ne nyeljük le, ne hagyjuk magunkba. Ott mi vagyunk. Ott bármit mi hárman meg tudunk oldani. Igen, lassan, szépen. De. Látom, érzed már az autót, jó van. De jó, nagyon bátor vagy, baszod. Visszagecizek, igen. Hát ez csak egy vascsöves birkát kell. Hatta? Igazad van, ez csak fémű. Ez csak egy birka volt. Most elkezd egy kicsit tanyarogni az út. Igen. És éppen amikor kiegyenesedik és dombak fölfele kezdene menni, akkor ott lesznek ők. Reméljük legalábbis. Én nem találtam, ahol azt találtam. És az ablakukból már látszik ez a ház. Szerintem... Igen, ezt néztem, hogy nem ide föl, hanem utána van. Utána van a következő, és szerintem ez lesz itt valami. Meg vagyok döbben, hogy ennyi ház van. Lass is lett. Úton kell fölmenni. Itt kell menni. Igen, azért. És megérkeztünk. És a második. Ja, oda föl kell menni. Itt van egy apartman. A második, ezt ki kell nyitnunk szerintem, ez a második. Semmire se jó ez a srác, miért vettük föl? Itt van ez a kétes küllemű ember. Ajajajajaj. Miért fizettünk neki napi 1 rúpiát? Köszönjük, szervusz! És itt van a ház. Fog mindenki állni, azt rohadtul nem tudom. És megjöttünk, így néz ki a lakás. Szia, Zsolti. Itt van István. Szerbusz, András. Éppen pakoltam. Na az András, jó kamera. Ja, bocs, szia kamera. A ház az szerintem fantasztikus, hát leszámítva azt, hogy ilyenet az nem nagyon van. Hálószoba. Igazából négyen is lakhatnánk itt. Itt az autónk. Itt a másik szoba, ahol István intim magányában megzavarjuk szegényt. Első esténk a szálláson. Három, amigo! Ta-da! Arriba! Arriba! Ta-da-da! Az éneklő bokornál balra, és lőj a levegőbe kétszer! A levegőbe nekivetted a láthatatlan lovagot! Tehát... szörnyű!